Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Hát jelentős diplomáciai esemény zajlott Budapesten a héten, ugye itt járt Emmanuel Macron, találkozott Orbán Viktorral is. Egyébként korábban azt mondta róla Macron, hogy Orbán Viktor politikai ellenfél, de európai partner is. Úgyhogy majd megpróbáljuk megfejteni ezt a mondatot. Egyébként pedig ellenzéki vezetőkkel is találkozott Macron, hogy ki mit tudott profitálni ezekből az ügyekből, ezekből a látogatásokból, azt mindjárt megbeszéljük, ezzel a témával kezdünk. És akkor a mai vendégek. Itt van Konok Péter, történész. Jó estét kívánok! Vona Gábor, a második Reformkor alapítvány alapítója. Jó estét kívánok! Ceglédi Zoltán, politikai elemző. Jó estét! És Hont András, az Átlátszó újságírója. Jó estét kívánok! Na, akkor kezdjük a Macron látogatással. Ugye, ahogy az előbb említettem, hát elég komoly diplomáciai esemény volt az, hogy itt járt. És az, hogy európai szintéren, meg belpolitikában neki ezzel milyen céljai vannak, ez tulajdonképpen egyértelmű, ugye előkészíti a francia EU elnökséget, ezt sokan megírták, meg hát nyilván a saját elnökválasztási kampányában is ez fontos szerepet tölt be. Úgyhogy ez teljesen világos, de mi koncentráljunk szerintem a magyar viszonyokra, meg az, hogy ez az ellenzéki pártok vagy Orbán Viktornak mit hozhatott, mit nem. A fő kérdés egyelőre az, hogy hogy látjátok, hogy mennyire volt demonstratív ez a látogatás, vagy mondjuk Orbán Viktort támogató látogatás, hogy milyen diplomáciai történés lehetette mögött. Arra célzok például, hogy talán érdemes felidézni, hogy 2019-ben ugye Manfred Weber azt mondta, hogy Orbán és Macron szövetsége akadályozta meg őt abban, hogy bizottsági elnök legyen, és azt mondta, hogy szerinte Orbán és Macron szentségtelen szövetségen bukott el már, mint ő, Manfred Weber. Hogy látjátok, hogy mennyire jött ő segíteni Orbánnak, mennyire demonstratív ez a látogatás? Ki hogy értékeli, Gábor? Hát ugye az előzetes kép valahol az volt, hogy majd jön Macron is megbünteti Orbán Viktort, ha egyáltalán eljön és szóba áll vele. Ugye se volt biztos, hogy eljön így. Igen, tehát hogy ez volt aztán az előzetes várakozás, és ezzel ellentétben a valóság az lett, hogy lényegében egy örömjátékot játszottak ott egymással a sajtótájékoztatón. Mind a ketten nagyon jól érezték magukat ebben a szerepkörben. Mind a kettőnek egyébként hasznos volt. Szerintem egyébként majd, ha lesz rá idő, beszéljünk arra is, hogy Macronnak miért volt hasznos. Orbánnak szerintem nyilvánvaló, hát ő most azt mutatta be, hogy egy európai szereplő. És ugye, hogyha mellé tesszük azt, hogy az ő sajtótájékoztatójuk és az ellenzékkel való találkozás az hogy nézett ki, hát az inkább ártott az ellenzéknek szerintem. Tehát ott azok, hogy a rossz puffokon ott ültek egy előszobában, az kicsit olyan volt, mint egy ilyen menekülteket eligazítaná a francia elnök, hogy hol lehet beadni a kérvényeket, tehát hogy az megalázó volt. Tehát Macron szinte megalázta az ellenzéket, én ezt éreztem. Nem tudom, hogy nem tudtak egyáltalán normális asztalhoz leülni. És ugye igazából az lett volna az ellenzék számára szerintem az igazán demonstratív és igazán jó és igazán diplomáciailag hasznosítható, hogyha Márki-Zay Péterrel találkozik négy szem közt, vagy kettesben Macron is megemeli őt a kihívó szerepkörébe. Ezzel ellentétben ott ültek nem tudom hányan a kis puffokon. És mi érdekelhetett, hogyha ez így van, akkor mi érdekelhetett mondjuk Macronnak, hogy úgymond megemelje így Orbán, mert hogy ugye az ellenzék sokáig azt mondta Orbán Viktor, hogy elszigetelődött, ugye nem találkozik vele senki, csak Putyin jön és ő találkozik, most ehhez képest Emmanuel Macron itt van, és ugye sajtótájékoztatót tartotta, tehát nagyon demonstratíve konstatálta, hogy de igenis találkozik vele, ki vagy látja. De van ez a belföldre szabott külpolitikai újságírása az ellenzéki sajtónak, tehát hogy elmondanak nekünk dolgokat, ami nem úgy van. Tehát azért ugyanez a várakozás volt, amikor Angela Merkel jött Orbán Viktorhoz, hogy idejön, és akkor majd megkorbácsolja. Ehhez képest tulajdonképpen, amit elmondott, a legmesszebb adáig ment, hogy elmondta, hogy a liberalizmus is fontos. És innen folytatva, ugye Macron most megpróbál egy ilyen uniós, ha úgy tetszik, egy ilyen uniós interregnumba behatolni, mert ugye a német vezetés most éppen nem uralja úgy az uniós döntéshozatalt, mint tette azt a megelező években, sőt akár másfél évtizedben. És próbálja a pozícióját erősíteni. Orbán Viktor erre nagyon alkalmas, legalább két szempontból. Az egyik az, hogy gátlástalanul kiszolgálja az összes olyan multinacionális érdeket, ami arról szól, hogy Magyarországon hogyan lehessen úgy termelni, ami egyébként nyugatabbra, minimum munkavállalói szempontból nem szokásos. A másik, hogy ők azért menekült ügyben erre készülünk föl, össze fognak kacsintani. Tehát azért nagyon hasonló elképzeléseik vannak arról, más-más alapokon, más-más történelmi háttérrel, de azért a Willkommen Kultúrhoz képest ez egy teljesen más hozzáállás, ami akár Franciaországban, akár Magyarországon a kormánypárt alapján, vagy a kormánypárt politikáját jellemzi. Na most én memoáríróknál figyeltem azt meg, hogy annak van igaza, aki tovább él. Az hazudhat bármekkorát, mert ugye már nincsen, aki már cáfolja.
Most kicsikét így működik ez az európai politikában. Annak lesz végül igaza, aki szilárdabban és hosszabb ideig tudja tartani a saját hátországát, tehát a saját kormányzati pozícióját. Az ellenzék, és ideértve az ellenzéki megmondókat, értelmiségieket, véleményformálókat, folyamatos késésben vannak azt illetően, hogy hogy is állnak éppen a folyamatok. Volt az elmúlt 10-11 évnek nem egy olyan pillanata, amikor nehéz nemzetközi helyzetben volt a nemzeti együttműködés rendszere. Tényleg igaz volt rá, hogy kezdett elszigetelődni. Akkor sem volt teljesen, de viharfelhők gyülekeztek a nemzetközi diplomácia egén. És utoljára ilyen egyébként 3 éve volt a sargentini jelentésnél, és aztán az egész európai néppárti húzavonánál. És az történt, hogy Orbán Viktor maradt, a német kormány bukott, Macron próbál valamilyen módon magának teret nyitni, ahogy Merkel próbált egyébként az Európai Parlamenttel szemben, hiszen Manfred Weberrel ellentétben a saját jelöltjét vitte be az Európai Bizottság élére, és ahhoz is szüksége volt Orbán Viktorra, most Macronnak van rá szüksége. Igen, megtámogatta, kicentízve támogatta meg, tett gesztusokat, nem is elsősorban a jelenlegi ellenzéknek, hanem annak a kulturális szembenállásban vele szemben álló erőknek, meg eszmeiségnek, amit Heller Ágnes sírjához való látogatással fejezett ki. Tehát ezek megvoltak, ezek a kicentizések, de a hard politikában Macron egyértelműen cáfolta azt az állítást, hogy jelenleg Orbán Viktor ellen szigetelődve nincsen. Péter, te hogy látod, egy új szempontot hagy hozzak már be a jogállamiságra vonatkozóan? Ugye elméletileg ugye az ellenzék azt mondta, ha már itt tartunk, hogy ők ott most megalázta vagy nem, ugye azt mondta, hogy a jogállamisági mechanizmust bevezetik majd, és ugye ez az uniós források szempontjából fontos kérdés, hogy itt tulajdonképpen azért a pénznek is van, vagy lehet jelentősége. Ez mennyire reális? Ezért kérdezem, mert például Gulyás Gergely ugye valamelyik kormányinfón azt mondta, hogy ez az akció, ez már elkésett, tehát hogy erről szó se lehet. Én szerintem ez a látogatás most nem ezekről a konkrét dolgokról szólt, hanem tényleg szimbolikus játék volt egyrészt. Mindenki hazabeszélt, a Macron is éppen úgy hazabeszélt az Európa politikájával is, amúgy, mint ahogy az Orbán is, akiről megszoktuk, hogy mindig hazabeszél. Tehát nem ez volt a dolog lényege. Ez egyrészt ugye az uniós elnökséget előkészítő végiglátogatásnak volt az első etapja, másrészt pedig valóban egy ilyen kettős üzenet, ilyen hozott is ajándékot, meg nem is a trónok harcában hangzik el, ők is lopták valahonnan ezt a bombót, hogy egy olyan kompromisszum, jó kompromisszumból mindenki elégedetlen. Úgyhogy itt most egy nagyon rossz kompromisszum született, hiszen mindenki sikerpropagandát kommunikál, ellenzék, kormány és valószínűleg Emmanuel Macron sajtóstábja is azt kommunikálja. Valójában egyébként én tényleg azt éreztem, hogy egy ilyen hozott ajándékot, nem hozott ajándékot játékban, hideg-meleg zuhanyban részesít itt mindenkit. Nagyon ügyesen, tehát azért a franciák találták fel a diplomáciát, játszott el igen ezzel az érzelmi hullámvasúttal, először a Heller Fehérsírhoz megy, ahol így hitet tesz a demokrácia és az etika és hasonlók mellett, majd találkozik Orbán Viktorral, akiről mondjuk nem az a kép él úgy általában az európai közveleményben, hogy a demokrácia és az etika felkent harcosa lenne, majd aztán találkozik az ellenzékkel, igen, elég sajátos körülmények között, és közben ilyet is mond, olyat is mond, tehát mondja a demokratikus, meg a jogállami elvárásokat, és mond jókat is, össze-vissza keveri ezeket a történeteket, és akkor végén tényleg az a kínos, amikor mindenki örvendezik, valójában meg a nagy örvendezni való nincsen, mert hogyha leszedjük azt, hogy oltják ki egymást az üzenetek, akkor tulajdonképpen a végén az marad, hogy nagy semmi, majd meglátjuk, mi lesz. Szerintem bizony, azt mondjuk egy kicsit én árnyalnám, tehát az, hogy leült az ellenzékkel a Macron ilyen értelemben, az azért megemelte őket. Tehát neki, mint regnáló államfőnek, valójában az ellenzéki pártokkal nem kellene találkoznia, vagy az ellenzéki vezetőkkel. Igen, lehetett volna egy erősebb gesztus is, de nem akart ilyet. Szerintem én azt abban igazad van, hogy nem kell a francia elnöknek leülni az ellenzékkel. Nyilván nem tette meg szerintem azt, hogy nem ül le valamilyen szinten velük, belpolitikai vagy Európai Uniós okokból, de akkor miért nem ültek le egy normális asztalhoz tényleg? Tehát az megalázó volt az egész szituáció, hogy már nézve ott az ajtón valaki, hogy elkészült-e már a kép, és vihetjük-e a francia elnököt innen el. Az egészből én azt olvastam ki, hogy Macron a szívem mélyén azt szeretné, hogy Orbán Viktor nyerné a választást, mert neki Orbán Viktorra van szüksége, miért van neki szüksége rá, és ezért mondtam, hogy beszéljünk erről, mert Macron bejelentkezett az Európai Unió gyakorlati vezetőjének ezzel, pontosan amiatt, amiről a Zoli beszélt, egy interregnum van, ő Európai Unió
azt szeretne lenni, ami így Merkel van, volt. Így van. És ehhez neki Orbán Viktorra szüksége van, mert Orbán Viktoron keresztül tudja mutatni azt, hogy ő még vele is szót tud érteni, tehát ő az alkalmas ember. Szeretnék felhívni viszont, ki nincsen ezen a képen? Az ellenzék és a Macron. Jakab Péter. Jakab Péter. Véletlen? És ez egyébként ez egy nagyon fontos momentum, és akkor a momentumról is váltsunk majd egy másfél szót. Mert ugyanis az osz, mert Orbán Viktort azzal lövik, hogy szalonképtelen. Amiért Orbán Viktor egyébként igen sokat tett. Na de, ha van egy olyan politikus, akivel szemlátomást nem hajlandó találkozni a francia elnök, és az az ellenzék második legnagyobb pártját vezeti, akkor a szalonképtelen kártya hosszú ideig nem kijátszható. A másik pedig a momentum, ha már szóba hoztam, hát hogyha valaki részéről csőd a Macron találkozó, akkor ők. A momentumosok mindent megtettek, hogy ennek a Renew frakciónak úgy kedveskedjenek, ahogy lehet, ami ugyebár Macron frakciója. A Momentumnak létre kellett volna hozni egy négy szem közti tárgyalást a Macronnal. A Macronnak fel kellett volna keresni a Momentum központját, mint a párt családhoz tartozó helyi szervezetnek a központját. És ez sem történt. Itt mindenki odaállt az ötösön, ott volt a labda, mindenki odament és felérugta. Igazából a Macron, és ezt megint hangsúlyoznám, tehát azért ez szimbolikusan lényeges, hogy államfőként volt itt, nem pártpolitikusként. Szekuláris államfőként, mert jöttek azzal is, hogy miért nem volt rajta kip a zsidó temetőben, ugye Lerágda sírjánál, mert ő a francia államfő volt. Tehát ilyen értelemben nem hiszem, hogy a Momentummal ő lebonyolíthatott volna protokollálisan egy ilyen. Nem lett volna szerencsés. Na jó, viszont akkor lépjünk tovább, hogy ki mit bonyolíthatott volna le, és az alkotmányozás lesz a következő téma, ugye sokat beszéltünk már az ellenzékről is. Most ugye ott tartunk, hogy a hat ellenzéki párt között megszületett a konszenzus ezzel kapcsolatban, hogy ugye, hogyha nyernek, feles többséggel is neki mennek az alkotmányozásnak. És mielőtt a részletekbe, meg a jogi részletekbe belemennénk, hagyj kezdjem kicsit máson, hogy jelenleg három ügye van az ellenzéknek most, ugye az alkotmányozás, még a két népszavazási kezdeményezés, ugye, amit bejelentettek, ugye a FUDAN, illetve az álláskeresési járadék. A kérdés az, hogy mit gondoltok, miért pont ezek az ügyek kerülnek elő? Szóval mennyire érdekli most a választót, akár FUDAN, akár az álláskeresési járadék, vagy akár az alkotmányozás kérdése? Hát, hogy mennyire fontosak ezek a témák? Hogy magát az ellenzéket az álláskeresési járadék mennyire érinti, azt ugye ezen a sajtótájékoztatón láthattuk, ahol négy ellenzéki, vagy egy egész rakás ellenzéki politikusnak 5 percébe telett összerakni, hogy pontosan hány nap ez most, és hány napra akarják őt növelni. Hát nem hiszem, hogy ez igazán foglalkoztatja őket. Persze nyilván foglalkoztatja őket az, hogy ezzel szavazatokat lehet keresni, de tényleg ez azt mutatja, hogy végtelenül nem érdekli őket a, hogy nevezik ezeket mostanában, a kis embereknek a problémái. A FUDAN, meg szerintem arról már sokat beszéltünk, egy ilyen szimbolikus és budapesti, vagy erőteljesen budapesti ügy, én nem hiszem, hogy... Tehát annyira próbálták ezt bedobni a köztudatba, hogy ez most annyira megmozgatná az elektorátust. Az alkotmányozás, hogy megmozgatja a választókat, azt nem tudom, de az szerintem fontos akkor probléma. Akkor én azt hadvitassam. Az az állításom, hogy az álláskeresési járadék ügyét föl lehetne építeni a kifejezetten szegény munkanélküli emberek körében. A FUDAN az abszolút egy olyan fővárosi ügy, amivel becsapja magát önmagába zárt ellenzéki nyilvánosság. És ott van az alkotmányozás. Azt tudomásul kéne venni, hogy az emberek túlnyomó többségének nemhogy érzelmi viszonya, de tudása sincs az alkotmány aktuális helyzetét, állapotát, tartalmát illetően. Akinek pedig van az ellenzéki közvéleményben. Azok sem azért kritizálják az aktuális alkotmányt, az alaptörvényt, mert tartalmi problémájuk van vele, két okból akarnak alkotmányozni fenemót. Az egyik a bosszú. Orbán Viktort meg akarjuk büntetni. Jött ezzel a gránitszilárdságú alkotmánnyal, mi jól megváltoztatjuk. A másik pedig, hogy ebben vélnek garanciát találni arra, hogy nem lesz megint NER. Tehát, hogy abba kapaszkodnak bele, hogy legyen egy másik közjogi rendszer, mindegy, hogy micsoda, csak a lényeg az, hogy ne olyan, mint most, ahol Orbán Viktornak teljhatalma van. Az az állításom, hogy az alkotmányozás üzenete az egy olyan politikai issue, ami nagyon egy lufi, ami ki tud durrani, egész egyszerűen azért, mert az emberek nem az alkotmánnyal elégedetlenek, hanem aki elégedetlen, az is legfeljebb Orbán Viktorral, és rajta akar A. bosszút állni, B. korlátozni a hatalmát, vagy a visszatérésének a lehetőségét. Én azt látom, hogy van három ügye az ellenzéknek, de abból kettőt nem ő választott. Tehát, hogy a FUDAN ügyet és ezt az álláskeresési járulékot nem ő választotta, ezt lényegében közvetett módon a kormány adta a kezébe, hogy hát akkor ezzel lehet homokozót játszani, ezzel a két kérdéssel. Szerintem egyik se tud igazán üggyé válni, mert Magyarországon még a Covid válság ellenére sincs most munkanélküliség
olyan mértékben, hogy ez igazán hasítana, de amire én ki szeretném futtatni, tehát az alkotmányozás, mint úgymond a maradék ügye az ellenzének, ami tényleg az övé, hát az meg borzasztó. Uh-huh. Tehát, hogy én már mondtam talán ebbe az adásban, hogy polgárháborús veszélyt látok e mögött. Talán Márki-Zay Péter ezzel megbízott szakembere mondta azt, hogy egy pontos, hogy idézem, gyors, minimalista, sebészi pontosságú beavatkozás lesz. A történetben volt már ilyen, ez a guillotine, ami nagyon gyors, minimalista és sebészi pontosságú beavatkozás. Ez is kb. Ilyen, ha megvalósul, akkor polgárháború lesz, de hogy nem valósul meg, az is egy ilyen rossz szellemként fog kísérteni a 21. században. Tehát minél hamarabb le kéne keverni ezt a témát szerintem, és akkor nem tudom, mi lesz az ellenzék. Csak egy kérdést hagyd tegyek föl, hogy biztosak vagyunk abban, hogy a hat párt az ebben állapodott, meg ebben a dolgokban. Karácsony Gergely tiltakozott konkrétan tényleg része a közös programnak? Mert én ebben nem vagyok biztos, hogy ez pontosan azt jelenti, amire le van írva. Szerintem ez azt jelenti, hogy megpróbálnak aktuálisan egy kommunikációs helyzetet megoldani, és azt mondják, körülírva, hogy akkor a bizonyos alkotmányosnak tűnő előírások megváltoztatására is sor kerület és kísérletet teszünk rá, stb. Azt szerintem ez a hat párt nem mondta, hogy ha nem lesz kétharmadunk, akkor is kétharmados alkotmányt fogunk írni. De akkor miért nem állnak elő azzal, hogy ők ezt nem mondták? Hát azért, mert az ellenzéki közvélemény hangos része, akikről az előbb beszéltem, aki Orbán-fóbiás, illetve bosszúvágytól fűtött, az azt várja tőlük, hogy ezt mondják be. Ugyanezek az emberek várják tőlük, hogy mondják be, hogy diktatúra van, amit egy demokratikus választáson fogunk leváltani. Ugyanezek az emberek akarták az elszámoltatásnak a legdurvább verzióját hallani, mi megint csak jogállami eszközökkel nem megvalósítható, és most éppen ezt. De ez vissza fog ütni. Nagyjából egyetértek vele, hogy az van mögötte, amit te mondasz. Az amúr is, hogy én például bemutatom, hogy érzelmileg és nem tartalmilag viszonyulnak inkább az alkotmány, az én is így vagyok vele. Szóval. Tehát én engem például meg lehetne azzal fogni, és marha régen azt mondom, hogy igen, rohadtul számonkérésre van szükség, igen, ültessék le azokat a gazembereket, akik ezért a történetért felelősek. Én nem tartom szakroszanktumnak az alkotmányt, olyan értelemben, vagy az alaptörvényt, hogy tényleg gránitban a történelemben azért csak a sírfeliratokat szokták vésni, nem az alkotmányokat. Szerintem mindez rendben van, és egy olyan üzenet, amit én kvázi egyszerű nem választóként föl tudok fogni, értelmezni tudok, sőt érzelmileg is tudok viszonyulni hozzá. Nekem egy gondom van vele, az, hogy ez olyan, mint az IBM vásárolni, hogy marha jól mutat a kép, nekem tetszik is, megrendelem, és aztán marhára nem azt kapom, mert nem néztem meg a vásárlói értékeléseket az eladónál. Én nem bízom az eladókba. És pont abban nem bízom egyébként, hogy ez a nagy felzúdulás, meg jogfilozófiai viták, meg az alkotmány megváltoztatásának előkészítésének bizottsága, ez valóban a hegyek vajúdása majd nem egy nyuszikát fog szülni a végén, szóval... és a NER lebontására ebben nem látok garanciát. Ha elhinném nekik, ha fikarszint is elhinném nekik, hogy komolyan gondolják, és komolyan gondolják azt, hogy jogállamilag ugye lebontható az, amit nem tekintünk már jogállamnak, ahogy mondtad, hogy egy diktatúrát váltunk le demokratikus eszközökkel, ha ezt komolyan elhinném nekik, akkor én azt mondanám, hogy ez nagyon jó üzenet. Nem jobb így jogállamot visszaépíteni, jogállamon kívüli módon nem lehet. Ez olyan belső ellentmondás, amin folyamatosan hasra fognak esni. Az a helyzet, hogy az ellenzék azzal, hogy feldobja ezt a kérdést, hogy felessel akar alkotmányozni, népszavazásra akarja vinni az alkotmányt, stb. Veszi el a legfontosabb kritikát magától, és a leghitelesebb kritikát magától, amit a Fidesz alkotmányozásával szemben meg tudna fogalmazni. Ugyanis az alkotmányos rendbe a kisebbségnek is bele kell férnie. A szemmel látható nagy kisebbségnek bele kell tudnia férnie. Hiába van többségem, az egész jogrendet ez határozza meg, ergo, hogyha valakinek van 30-40%-a, az az alkotmányos rend része. És nem lehet úgy alkotmányozni, még hogyha meg is van a formális felhatalmazásom, hogy az ő szándékaikat, elképzeléseiket, jogi igényeiket ne vegyen figyelembe. Itt szerintem arról van szó, hogy három alapdologból indulnak ki, ami téves, de gyakorlatilag sem hajtható végre. Hát ők abból indulnak, hogy Orbán Viktor nem fog tenni semmit, tehát nem fogja utcára hívni a híveit. Abból indulnak, hogy az Európai Unió ezt majd végignézi. Nem fogja az Európai Unió sem végignézni, most láttuk Macron látogatását. Három, abból indulnak ki, hogy majd a hatóság kezdése a megfelelő államigazgatási szervek végre fogják hajtani. Nem fogják végrehajtani. Ez bekövetkezik, akkor majd Polt Péter, meg a magyar belügyi szervek nem önmagukat fogják eljárás alá vonni, hanem az akkori kormány országgyűlési képviselőit, ami aztán, és erről ezért mondom, eszkalálódni fog.
és abból polgárháború lesz. Néhány perc reklám következik, aztán utána az ellenzékkel folytatjuk, illetve Gyurcsány Ferenc Facebook posztjában írtakat próbáljuk majd megfejteni. Ugye azt kérte a kapitány, hogy ne kampányoljak, így fogok tenni. Ezzel a témával jövünk vissza. Itt is vagyunk, újra folytatjuk a műsort. Azt ígértem a reklám előtt, a reklámszünet előtt, hogy Gyurcsány Ferenccel, az ellenzékkel folytatjuk, mert hogy Gyurcsány Ferencnek a héten volt egy nagyon furcsa posztja a Facebookon. Többször is idéztem már, de még egyszer fel fogom olvasni. Azt írta, hogy nagyon jó találkozó volt, Arató Gergellyel mentem. Azt kérte a kapitány, hogy ne kampányoljak, így fogok tenni, akkor így. Ezt írta tehát a Facebookjára Gyurcsány Ferenc, és aztán utána ezzel kapcsolatban Márki-Zay Péter is megszólalt, azt mondta, hogy ő nyilvánvalóan nem arra gondolt, hogy Gyurcsány ne kampányoljon, és hogy valóban beszéltek, de hogy ő nem egyfajta ilyen pártos kampányra gondolt. Úgyhogy kezdjük innen, hogy próbáljuk már megfejteni. Márki-Zay Péter 2018-ban érkezett a politikába. Ugye, hát Gyurcsány Ferenc meg vagy 30 évvel korábban. És ez ilyenkor nagyon látszik. Tehát, hogy az jó, oké. És vegyük észre, elnevezte kapitánynak. Tehát, hogy ez nem úgy, mint Szanyi, hogy magára vette volna ezt, hanem tényleg így a spondja, bobbor, hogy oda rádobja Márki-Zay Péterre, hogy akkor ő a kapitány. És hát igen, is kapitány. Igen, tehát nem lehet egyébként, tehát tudomásul kell venni, hogy mindenki hozott egy döntést, hogy ezek a pártok együtt fognak indulni, az egyéni jelöltek jelentős része DK-s, tehát hogy nem, Gyurcsány Ferenc ott lesz a közös listán, bármit is nyilatkozott neked Jakab Péter annak idején erről, tehát a lényeg az, hogy ő van. Nem lehet megkerülni. Senki nem rakja bébit a sarokba. Tehát Gyurcsány Ferenc az ott lesz, és minden ilyen akció, az Márki-Zay Péter pozícióját a DK-sok körében gyengíti, akik egyébként aktív szavazók, és szükség lenne rájuk, és nem látszik, hogy az az üzenet, ami az előválasztásban, és ez fontos, az előválasztásban Márki-Zay Péternek segített a Gyurcsány ellenesség. Mert be tudott hozni olyan szavazókat, akik rászavaztak, hogy ne Dobrev Klára, és ezen keresztül ne Gyurcsány Ferenc dominálja az összefogás. A közös kampányban, hogyha ez összeáll végre valaha, mert ott is óriási késésben vannak, viszont az ilyen üzengetés az szerintem nem fog segíteni, mert akiknek el kéne végezni a munkát, a derékhad, azok egy jelentős részétől elbizonytalanodik, hogyha olvassuk a DK-sok kommentjeit, már most az látszik, hogy azt mondják, hogy jó, akkor csináld. Amit egyébként nem csak ők mondanak, hogy akkor csináld, Péter, hadd lássuk a kampányt. Uh-huh. Ilyen elszabadult hajóágyukként görögnek most az ellenzék hajójának fedélzetén ezek a figurák. Nekem rögtön egyébként a kapitányozásról a Piszkos Fred jutott az eszembe. Ugye Piszkos Fred a kapitány, itt egy kicsit átmentek a szerepek, mert most azért Gyurcsány, tehát úgy szereti Márki-Zay Pétert, hiszen kapitánynak nevezi, ahogy Piszkos Fred szokott szeretni, tehát tulajdonképpen azért a kapitányságot önmagának tartja fenn. Igen, szegény Szanyi Tibor most ebből ki lett forgatva. De valóban, tehát így elsődlegesen a kommenteket nézve, az emoji politika, tehát ez a fajta Facebookra helyezzük, egyébként jellemzően Magyarországon fáziskésésben vagyunk még Facebookra és nem Twitterre, a politizálásnak a sarokpontját az ilyen szempontból nagyon működik abból az értelemből, hogy erősíti a DK öntudatát. Tehát ott valóban tízezrével most már sorjáznak a kommentek, amiknek a 95%-a, bár nyilván nem olvastam végig az egészet, de egy reprezentatív 70 centit végigolvastam, az arról szól, amit te mondasz. Bocsánat, látod magad előtt Gyurcsány Ferenc arcát, amikor ez begépeli? Ez biztos, hogy ő írta. Ez az, amit egyébként tényleg megmutat a történet, a Gyurcsány személyes politikát csinál. Gyurcsánynál én nem hiszem, hogy ilyen szövegíró gárdát foglalkoztat, mert érzem a stílusát a szövegben. Szörnyű. Hát igazából ettől a kapitányozástól én tényleg igen, a falra. Igen, erre mondja azt, hogy na Péter, ebből menjél csak felfelé, mert ebből csak arra lehet. Milyen szép sarokba szorított a Márki-Zay, aki tényleg már csak azt hittem, hogy ne hívja már engem kapitánynak. Tehát gyönyörű. Úgy tetszik, ha szeretném a politikát, azt mondanám, hogy ezért szeretem. Mindenki tudja, hogy Gyurcsány Ferencről nekem körülbelül mi lehet az álláspontom, mert lényegében ellene lettem országos politikus, meg rossz volt végignézni, hogy a Jobbikkal is összebútorozott. De zseniális. Tehát azért most azon gondolkodtam, hogy annyiszor elképzeltem már, hogy ő nincs a magyar belpolitikában, de most már lehet, hogy kicsit hiányozna. Tehát, hogy azért az, hogy kapitánynak nevezte Márki-Zay Pétert, hogyha ezt a szót elemezgetjük, mit jelent az, hogy kapitány? Ez egy ideiglenes megbízott, nem? Tehát az nem egy hadvezér,
erre a pár kis időszakra, hogy kinevezte kapitánynak. Tehát hogy etimológiailag elemezzük, ez nagyon megalázó, nem véletlenül utasította ezt vissza. Nem azt mondta, hogy katapult. Tessé? Nem azt mondta, hogy katapult. Kapitán. Jó, világos, de körülbelül így értette. Lényegében azt üzente Márki-Zay Péternek Gyurcsány Ferenc, hogy ha nyerünk, akkor együtt nyerünk, és ő több, mint a saját pártja első embere, ő lényegében az ellenzék első embere jelen pillanatban ezzel tényleg, és igazolódik a Fidesz kommunikációja ezzel lényegében, hogy Gyurcsány sóvá alakul az ellenzéki összefogás. Másrészt pedig Gyurcsány Ferenc azt mondta, ha megveszítünk, akkor meg a kapitány a hibás. Tetszettek volna a jobb miniszterelnök jelöltet választani, annak idején a nejemet, de valaki bárki tudott javasolni. Igazából azt is mondta, hogy mivel hogy ő alkalmazkodik és engedelmeskedik, tehát mindenképpen a kapitány a hibás, ő a kapitánya, hogyha probléma van, mi csak azt csináltuk, amit ő mondott, miközben ott ugye győzködik alatta a hívei, teljesen érthető módon, hogy ne csináld, nem kellene engedelmeskedni, le a kapitánnyal. Egyébként annyiban megint a dolog eldőlhet ide is, meg oda is, hoztam ajándékot is, meg nem is, mert változatlanul fenntartom azt, hogy kiszámíthatatlanok Európában jelen pillanatban a társadalmi mozgások. Ami az elmúlt másfél évben történt, olyan a második világháború óta nem volt, hogy erre milyen időpillanatban hogyan reagálnak a népek, ezt nem tudjuk. Ráadásul van a Fidesszel szemben hihetetlen sok fölhalmozódott indulat. Ha Márki-Zay Péter kihúzza áprilisig, és ott lesz ugyanúgy, mint az előválasztás meghatározott pillanatában, hogy jé, ez még itt van, és ez a hangulat akár még eldőlhet arra is, hogy nyer, akkor Gyurcsány Ferenc azt mondja, hogy én együttműködtem, hát én neveztem kapitánynak. Ha bukik az egész, akkor ugyebár ő azt mondja, én előre engedtem, csináljon, amit akar, tehát ez ebből a szempontból jó. Na de, hadd hozzak ide be valamit, ami mai hír, illetve amikor ez lemegy a tegnapi, a legújabb kutatás, amit kijött, amit ebben illik, 13%-os kormányelőny az egyesített ellenzékkel szemben. Ebben az egész ilyen kapitányozásban, mindeközben. Erről ugye itt csak mondjuk el akkor az adatokat, szerintem, ha már behoztad ezt a kutatást, ugye ez egy friss adat, arról van szó, hogy 46%-on áll ugye a Fidesz, és 32% az ellenzék, és ugye ez azért is érdekes, mert ugye eddig arról beszéltünk, hogy eléggé kiegyensúlyozottak a viszonyok, ehhez képest ez egy elég komoly változás, és ugye 52% mondja azt, hogy maradjon a kormány, 43% akar csak kormányváltást, és ugye ez a 444-en jelent meg egyébként, ez a 444-en jelentek meg ezek az adatok. Az iránytó intézetnek az adatai. Szóval hogy látjátok, hogy ez ennek köszönhető például? Vagy ez azért nincs ennyire direkt összefüggésben? Hadd mondjak két dolgot, hogy mondjam, az ellenzéket biztatandó. Egy, amikor én kifogásolom az aktuális közénkutatások módszertanát, tálalását, akkor, amikor úgy néz ki, hogy közel van egymáshoz a kormánypárt és az ellenzék támogatottsága, úgy helyes, hogyha most is elmondom, hogy én továbbra sem hiszek abban, hogy adekvát adatokat kapunk a közvéleményt illetően. Tehát ezzel nekem pont ugyanazok a fenntartásaim, mint a korábbiakkal, amik azt mutatták, hogy egymás mellett vannak. Tehát nem ebből kell kiindulni. Ami fontosabb, ezek a kutatások még mindig egy virtuális, nem létező ellenzéket próbálnak megmérni. Ennek az ellenzéknek továbbra sincs neve, továbbra sincs színe, logója, listája, programja, kampánya. Tehát arra kérdeznek rá, ami még mindig nincs, és hogyha van bármi ok arra, hogy elbizonytalanodás van az ellenzéki szavazótáborban, az pont ez a késlekedés, amit... Itt nem értjük meg egymást, Zoli. Szerintem nem kell közös logó, nem kell közös kampány, tehát... nem kell közös név, semmi, ugyanis mindez riaszt. Kukába az összes ilyen 30 éve felhalmozódott elemzői tudással és okoskodással, az egyetlen előnyük, az az egyetlen lehetőségük, ha ez nem is derül ki. Ha káosz van, szervezetlenség van, azzal tudnak ugye... Elmész egy jazz koncertre, és el vagy ájulva attól, hogy milyen fantasztikusat virgázik ott a bőgős, de ezzel nem tudunk stadionokat megtölteni, már pedig itt erre lenne szükség. Szerintem meg azzal van, hogy... kompromisszum közöttetek, hogy amiről Zoli beszél, azzal nem lehet választást nyerni. Közöttünk nem azzal nem lehet választást, de kötelező szerintem. Tehát olyan kötelező kör, amit le kell tudni, de nem ér semmit. Tehát nem ezen fog eldőlni a választás, szerintem Márki-Zay Péter és Orbán Viktor personális küzdelme lesz. Tehát ott fog eldőlni, kiről hiszik el a két személy között. A legvégén szerintem erre fog szűkülni az emberek fejében a döntés, hogy Márki-Zay Péterre bíznám-e az országot, vagy Orbán Viktorra. Erre fog leszűkülni. Nem, amiről Zoli beszélt, azok ilyen beugrók, de abban igaza van, hogy ebben a küzdelemben,
hogy kire bíznám jobban az országot, Márki-Zay Péterre vagy Orbán Viktorra, ahhoz, hogy az emberek többsége úgy döntsön, hogy Márki-Zay Péterre, ahhoz azt a beugrót, amiről ez az Zoli beszélt, meg kell csinálni. Ez egy létező forgatókönyv, amit te mondasz, az egyik forgatókönyv. Ha ez a kérdés, akkor erre. De még azt se tudjuk, hogy mi a kérdés. Mert lehet, hogy egy adott ponton a kérdés csak úgy vetődik fel, hogy minden nyomoromért, hadd olvassak már be valakinek. Nem érdekel, hogy mi jön utána. Nem érdekel, hogy ki igazgatja az életemet. Van ilyen helyzet, van ilyen választás. Ha sikerül konszolidálni a helyzetet, és megtenni, hogy a kérdés az legyen, hogy kinél van biztonságban mondjuk az elkövetkezendő néhány évem, akkor a kérdés az, amit te mondasz. De a politika attól izgalmas dolog, hogy nagyon sokszor a kérdéseket sem látjuk, amire majd válaszolni. Igazából én azt látom, hogy amennyiben persze nekem is fenntartásaim vannak mindig a közvélemény kutatásokkal szemben, de valóban érezhetni egy ilyen elbizonytalanodást, szerintem általában is, én mondjuk abban nem hiszek, hogy az emberek nem akarnának kormányt váltani, csak már nem értik, vagy egyre kevésbé érzik azt, hogy miért, ugyanis amiről nagyon sokat beszéltünk a Márki-Zayjal kapcsolatban, meg általában azzal, hogy hogy alakult az előválasztás, hogy alakulnak az erőviszonyok, itt azért nagyon jelentős mértékben egy ilyen protest történik. Tehát a hagyományos pártstruktúrák, a homonóvuszok forradalma zajlik, ha úgy tetszik, a politikai eliten belül, bár homonóvusz alig van, és egyre inkább kiderül, hogy ők sem annyira novuszok, hanem ha vannak is, akkor meglehetősen hasonlítanak a régiekre. Ugyanis ebben az elmúlt másfél hónapban, ami ugye az előválasztás óta lezajlott, amit hallottunk, az Márki-Zay Péter néhány nyilatkozata volt, amik egyébként inkább arra utalnak, hogy ő sokban hasonlít Orbán Viktorra, de ezekért aztán bocsánatot kért és visszavonta, illetve az, hogy hogy próbálják tulajdonképpen megformálni a közös logót, a közös pártot, a közös jelölteket, hogy próbálnak új embereket elővenni a múltból, hogy próbálnak ebből ennek valamilyen olyan alakot adni, ami rettenetesen hasonlít arra, ami ellen úgymond egy ilyen fellángolásban vagy felzúdulásban az emberek dönteni véltek, vagy dönteni akartak, vagy legalábbis ezt preferálták volna. Szerintem szerepzavarba került az ellenzék, szerepzavarba került ez a Márki-Zay vezette kapitányság, amelyik tényleg azt arra alapozott, azt próbált eladni, és valamilyen szinten az is volt, hogy elegünk van az egészből. Az elegünk van az egészből nem feltétlenül azt jelenti, hogy O1G, de igen, egyébként ilyen rokon történet, nekem is elegem van az egészből, és nem hozták az elmúlt időben nem csak, hogy ennek a jeleit, hanem az ellentétes jeleket kommunikáltak. Annyit az iránytű intézethez, hogy nyilván meg kell én is egyetértek, hogy legyünk óvatosak, és várjuk meg a többi intézetnek is a számait, és majd esetleg azt hasonlítsuk össze. De az iránytű intézet volt az, amelyik egyedül annak idején megjósolta 2018. februárjában, hogy Márki-Zay Péter meg fogja nyerni Hódmezővásárhelyt. Csak azért mondom, hogy nem lehet azzal vádolni, hogy ez valami fideszes kutatás lett volna. De amit én is látok, az, hogy az ellenzék olyan rossz állapotban van, hogy Márki-Zay Péternek ebben a szituációban egyetlen egy lehetősége volna előre menekülni, és aki minél hamarabb felmutatni egy árnyék kormányt. És lényegében kivenni a pártok kezéből, úgy tűnik nem fogják tudni a pártok ezt a kampányt tartalommal megtölteni, mert nincsenek olyan állapotban. Hát Donát Anna most vette át a Momentumot, nem tudom, hogy megtalálja ott a góllövő cipőt. Jakab Péterről szintén láttuk, hogy komoly gondokkal küzdik, és a párt is. Ugye éppen Márki-Zay Péter próbálja felszippantani megenni a Jobbikot. Nincs még árnyék kormány, egyetlen egyszer jelentette be Márki-Zay Péter, hogy van árnyék kormány. Az árnyék kormányának a sportügyi, nem tudom micsoda, államtitkár, vagy minisztereként hivatkozik Steiner Szárdán. De például Lengyel Róbert siófoki polgármester a belügyekért felel. Tehát én úgy látom, hogy Márki-Zay Péter elkezdte ezt a munkát, csak nyilván az idő, ha már ez a mai adás az időről szól, az időről beszélgetünk, akkor hagyj hozzam még egyszer ide, nincs már annyi idő is, és egyelőre 2-3 ember tud fölmutatni Márki-Zay Péter az árnyék kormány csapatában, és neki minél hamarabb ezt föl kéne mutatni, és nekik kéne átvenni a kampányolást, mert ha a pártoknál hagyja ennek a lehetőségét, akkor az egész bukni fog attól. Akkor viszont térjünk át, ha már személyekről volt szó, a listák kérdésére, Zoli egyik kedvenc témája, közös lista, nem közös lista, ugye egyelőre még itt nem tartunk, viszont vannak olyan ellenzéki pártok, amelyek ugye nyilvánosságra hozták a párt listáikat, és aztán menjünk bele majd a személyekbe, megértékeljük is, hogy ez hogy van, de előtte egy kérdés ezzel kapcsolatban, ugye 4 ellenzéki párt nyilvánosságra hozta a listáját, a Jobbik és a DK még nem. Ha már időről volt, meg az adás, az időfény, mire várnak ők még szerintetek? Hát egyrészt ugye a belső pozíciókat akarják javítani. Tehát a listákat, a saját listákat, azokat annak fényében állítják össze, hogy hány befutónak szánt helyet kaphatnak a közös listán. És a jelenleg éppen jó paszban lévő DK-nak nem érdeke,
hogy ez túl hamar megtörténjen, mert tudja javítani a pozícióit addig még, azt látja. A Jobbiknak megjavítania kell a pozícióit, meg összeszedni befelé azt, hogy egyáltalán nála legyenek, és nem Márki-Zay Péternél. Meg hát van egy másik csata, ami ezt megnehezíti, hogy Márki-Zay Péternek, illetve hozzá köthető módon lesz-e egy új párt, és annak lesz egy hetedik frakciója. Tehát ez mind-mind ebben benne van, amiért még ez nem történt meg. Megint csak szerintem bizonytalanságot szül a szavazók felé is, hogyha ezzel foglalkoznak, meg szerintem gyengíti a kampányolási képességet sok szempontból. És nagyon érdekes, gondolom beszéljünk, mert nagyon érdekes üzenete van, hogy hol, ki, hanyadik ezen a listán. Igen, arról mindjárt beszéljünk, mert egy kérdés még a DK listájával kapcsolatban, hogy szerintetek Dobrev Klára rajta lesz a listán, vagy nem lesz rajta, ugye ennek is lehet esetleg jelentősége az összeállításra. Ehhez egy szabály, hogy arról volt szó, hogy a közös ellenzéki lista első öt helyén, ami a szavazólapon is látszik, ott a miniszterelnök jelöltek vannak. Nem ezt Márki-Zay Péter szeretné, egyébként erről nem volt szó. De hogyha Dobrev Klára nincs rajta, akkor Gyurcsány Ferenc lesz rajta, aki meg ugye innentől kezdve a látható helyre kerül. Többiek? Én inkább matekoznék egy picit, hogyha lehet, mert hogy megértsük ezt az egész lista kérdés, hogy miért fontos, mert hogy kevés lista hely van. Tehát amikor a szavannán a száraz évszakban az itató egyre kisebb, és ott összegyűlnek a vadállatok és feszültek, mert én ezt érzékelem, és ugye a két legnagyobb párt tartja vissza az élásuk, de Momentum most mindenjének körül új párt. A nanopártok leadták az igényeiket. De a két nagy párt, a Jobbik és a DK nem, azért nem adta le, amit Zoli nagyon jól kifejtette, hogy miért nem, de hogy ott azért sok az éhes száj, ott nagyon komoly elvárások is vannak, és hogyha úgy számolunk, hogy mondjuk 45 hely lehet listán jó esetben az ellenzéknek, és hogy ezen heten kell osztozniuk, akkor az ott már látjuk, hogy nincs is olyan sok hely, és tegyük hozzá azt, mi van, hogyha bejut, amire van esély, akár a kutyapárt, akár a Mi Hazánk, tehát hogy még kevesebb listás helyet osztanak szét a két nagy oldal között, tehát hogy itt lehet, hogy 5-6, max. 7 helyeket kap egy párt, hogyha mondjuk átlagban nézzük. Hát hétfőnél az Jobbiknak csak az elnökségi tagsága nagyobb létszámú, mint ahány befutó helyet lehet, hogy kapni. De abból van olyan, aki biztos győztes helyen. Mert igazad van, András, de hidd el nekem, hogy 10 fölött van a DK-ba is, meg a Jobbikba is azoknak a száma, akik biztosra veszik egyébként a saját helyüket. Ha már itt tartunk, András, engedd meg csak egy gondolat, ez meg ide kapcsolódik, hogy adott egy interjút az M4-nak, biztos láttátok, Márki-Zay Péter. Azt hiszem, Zoli, te talán posztoltad is ezt a témát, csak azért, mert ide kapcsolódik, és hagyj idézzem. Azt mondta Márki-Zay Péter, hogy a lista összeállításakor megkeresett egy politikus, a következőt kérdezte, mennyivel kell támogatni a kampánykasszát ahhoz, hogy rákerülhessen a közös listára. Mondtam neki, nincs az a pénz, ha ugyanis ezen nem tudunk változtatni, akkor Magyarország továbbra is a legszegényebb, legkorruptabb és legtöbb halálos áldozatot produkáló ország marad. És ezt nem írja meg az ellenzéki sajtó. Ezt nem hajlandó észrevenni. Mit gondoltok erről a mondattól? Egyrészt miért dob be ilyeneket Márki-Zay Péter, és hát ugye itt nyilván elkezdődik a találgatás, hogy ki lehet ez, és hogy ez tényleg így működik. Akkor megint aki, szerintem egyfelől azért, mert ilyen a karaktere. Igen. Szerintem a karakterének vannak előnyei a jelenlegi politikai helyzetben, és vannak hátrányai. Szerintem öntudatlanul csinál valami olyasmit, ami neki rövid távon jó, a kívülállóságának az erősítése, és minden ilyen gesztus a kívülállóságát erősíti, hogy hiába ennek a hat pártnak a jelöltját, ezek ilyenek, hogy meg akarják venni a listás helyet mögöttem, én meg nem ilyen vagyok, mert elmondom. Mondom, ez rövid távon jó, másfelől viszont így azért nehéz egyben tartani egy politikai tömörülést. A választókat szerintem sokkal kevésbé érdekli egy csomó egyéb dolognál a listaállítás, tehát nem ez a preferencia, viszont a politikusokat értető módon ez érdekli a legjobban. Ők értem. Most vívják a valódi létharcukat, most helyezkednek, most dőlnek el a stallumok, azért ezek nagyon jó dolgok, akár ellenzéki, akár kormánypárti képviselőként. Valamilyen hitelességnek azért lennie kell, Gábor. Erről azért a hitelesség látszik. Jobbik nem hitt volna valamilyen módon abban, amit egyébként radikális megoldásként hirdetett, nem juttok be a parlamentbe annak idején. Ha a Fidesz, ha Kövér Lászlónak a belső lelki világa, az nem lenne valamilyen szinten valós, nincsen Fidesz kétharmad valahogy, hinni kell abban, amit csinálnak. El kell hitetni azt, hogy hiszel benne, az kell eljátszani, hogyha eléggé hitelesen el tudod adni, akkor már mindegy is, hogy hiszel benne, vagy sem, ha el tudod adni. Az, hogy az embereket a lista nem érdekli, de ott nagyon fontos volt a
politikusokat, ez érdekli. És most nem az emberekről beszélünk alapvetően, hanem a politikusokról, mert ők fogják a listát összeállítani. És itt már a Zolival volt egy vitánk, hogy most későn van-e, vagy korán van-e, vagy mikor kell listát állítani, és akkor mondtam, hogy mind a kettő mellett lehet érvelni. Én is most már kezdek hajlani arra, hogy késő van, tehát hogy most már minél hamarabb kellene a lista, de azt is értsétek meg, hogy a listaállítás, ezt mondtam akkor is, amikor Zolival erről beszéltünk, az a pillanat, amikor megkattannak a politikusok. Meg fognak kattanni. És ezért mondtam azt, hogy lehet, hogy neked ez mindegy, de itt van 7 párt, 6 plusz 1, akiknél most már ugye ebből 4 ki, vagy 4 ugye kiesett, 3-ról még nem tudjuk, mi Márki-Zay Péter mozgalmáról sem tudjuk, hogy ki fognak oda. Hát itt a 3 legerősebb szereplő, a Márki-Zay Péter-féle új párt, a DK és a Jobbik képviselői között előbb-utóbb lesz egy belső trónok harca. Egyébként ha már a listáról beszél. Amikor te politizáltál, akkor egyszer több ember volt a pártokban, akit el kellett helyezni, és kevesebb hely. Itt most meg fognak szerezni 30 egyéni, 40 valamennyi listát mostani számításaink szerint, de ezen kívül Miskolctól Pécsig ott van egy olyan csomó hely, ahol egyébként nulla tevékenységért meglehetősen szép pénzik. Bocs. A parlamenti képviselőnek lenni az, hogy te belépsz a parlamentbe, van ilyen kis kártyád, meg a tisztelegnek neked, ez drog? Ezek az emberek nem akarnak Miskolcon, meg nem tudom hol futottak még kategóriás önkormányzati képviselők lenni, ők ugyanígy szeretnének az országgyűlési képviselői székekre ülni, vagy mellé ülni. Teljesen mindegy, ők ott akarnak maradni, és ezért mindent meg fognak tenni, és most jelen pillanatban, amíg ez a lista nem lesz kész, és nem tudja az adott párt elfogadni belül, addig egymás fogják enni. Karácsonyi ajándékot kiosztják, akkor utána már nem érdemes jónak lenni. Amíg nincs kiosztva az ajándék, addig minden gyerek igyekszik arra jól viselkedni. Egészben ott hagyjátok azt figyelmen kívül, hogy mi az isú. Mi az üzenet? Ha normál politikai üzemmenet van, akkor persze igazad lenne. És a drogos mennyire érdekli, hogy mit gondolnak róla, amikor az utcán fetreng? Nem érdekli, őket se fogja érdekelni, hogy mit fognak gondolni erről az emberek, mert ők most egy ilyen csőben vannak, a parlamenti helyemet szeretném. Ez érdekli őket, semmi más. Az a baj, hogy ez látszik is. És hogyha ez látszik, akkor ez meg üti az üzenetet. Ezért mondom azt, hogy minél hamarabb kellene a lista, amiről a Zoli beszélt, mert minél tovább látszik, annál rosszabb. Igazából beszéljünk már akkor ezekről, hogy a személyekről, vagy ki hogy látja. Ugye itt többen kiemelték, hogy Tóth Bertalan az első, ez nem tudom, kit lepett meg itt, nem, Molnár Zsolt a második. Szerintem ez is egy érdekes történet, mert hát az ugye Kunhalmi Ágnes, Schiller István 23-24. Helyre, Mesterházi Attila nem került be az első 25-be. Picit értékeljük már ezt, ki hogy látja ezt a listát. Van-e akkor, vagy ennek most akkor csak ilyen szempontból van jelentősége, hogy belső küzdelmek zajlanak? Van egy választástechnikai sajátosság, ami korábban nem volt. Ugye korábban azt csinálták, amikor pártok állítottak össze listát, saját listát, hogy kalkuláltak az, hogy vannak egyéni jelöltjeik is, akik be tudnak kerülni egyéniben, de berakom őket a lista elejére, mert jó név, húzza. Ha esetleg mégse sikerülne bejut, de az a valószínűbb, hogy ő megkapja az egyéni mandátumot, és a lista egyet ugrik. Most közös lista van. Ez azt jelenti, hogy A. Aki egyéniben indul, azt nem rakom be az én listámra, hiszen hogyha ő megnyeri egyéniben, akkor a közös lista következő helye, ahova ugrik, az egyáltalán nem biztos, hogy az én pártomnak az embere. Tehát ezért sem rakom oda. Másfelől viszont ezeknek az embereknek, ezeknek lesz egy létharca, mert ugyan mi beszélünk arról, hogy nyerhető, meg nem nyerhető mandátum, de hát most csak egy példát mondjak, ott van mondjuk Szél Bernadett, aki legutóbb alig pár szavazattal mindenféle kamupártok miatt csúszott le arról, hogy egyéniben nyerjen, de ugye ellenpéld listavezetőként bekerült, most a Momentum viszont nem rakta fel a listát. Kamupártok, mint például a Jobbik. És ezt majd beszéljétek meg műsoron kívül. De ne, hát azt, mondtad, hogy hogyan állítanak össze most listákat, azt ez is meghatározza. Az MSZP-ben például olyan döntés született, hogy Kunhalmi Ágnes az valószínűleg megnyeri a mandátumát. Most a Fidesz, hogyha nagyon rászervez arra, szerintem nem tudja elvenni, akkor előfordult az a csúfság, hogy Kunhalmi Ágnes nem kerül be a parlamentbe. Akkor Párbeszéd lista, Momentum lista, itt azért hozott a meglepetést, hogy itt Karácsony Gergelynek a szereplése, és hát mennyiben kérdés, vagy nem, ugye nem lepődtünk meg, de hát ő ugye mondta, hogy nem kíván beülni a parlamentbe. De befog. Befog? Nem, hát Karácsony Gergely, bocsánat, akkor csak megint technika. Karácsony Gergelynek ugyanazt kell csinálni, mint 18-ban. Át fogja venni a mandátumát, és az, mert ugye, ha nem veszi át, akkor automatikusan ugrik a lista, ha átveszi a mandátumát, és később mond le, akkor viszont közösen döntenek arról, Kocsis Szake Olivia is így ült be a helyére. Jó kis technikák akkor ezek, Gábor, ebből a szempontból. Hát ezeket nyilván belül a politikusok tudják, megismerik, és ez alapján hoznak ilyen értelemben döntéseket. Szerintem az, a többi párt nekem annyira nem hozott tűzbe, mert ott igazából nem volt tétje. Tehát az MSZP is már annyira összetöpörödött, hogy ott igazából ezek nem már le voltak játszva. Tehát a kérdés továbbra is az szerintem, hogy a maradék 3 szereplő, Márki-Zay Péter és Mozgalma, a Jobbik és a DK hogyan tudja ezt a problémát megoldani. Hát akkor ez a végszó mára. Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyi fért az adásba. Jövő héten nem
találkozunk, mert akkor karácsony lesz, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes ünnepet, szép karácsonyt kívánok, viszont két hét múlva a 31-én szilveszterkor találkozunk, és akkor egy picit lazább, könnyedebb, szórakoztatóbb műfajban jelentkezünk, hogy várjuk Önöket akkor. Viszontlátásra, szép hétvégét!